Elindul az elektromos busz a Gesztenyés úti megállóból. Pénteken még promóciós járat volt, vagyis ingyenesen lehetett használni, hétfőtől viszont már véget ér a tesztüzem januári része. Február 1-től élesíti az átalakult városi tömegközlekedést a Paksi Közlekedési Kft. Minden készen áll a hétfői rajtra, szükséges engedélyeink megvannak, szükséges képzéseken túl vagyunk, a gépkocsi vezetők fölkészültek, fordák elkészültek, menetrend készen áll. Minden készen áll a hétfői rajtra, mondta a Paksi Közlekedési Kft. Személyszállítási szakmai irányítója. Király István szerint február 1-től az utazóközönség egy komfortos, csendes és kipufogó gáztól mentes szolgáltatást vehet igénybe. Több mint 2,5-szeresére emelkedik a járat sűrűség. Csúcsidőben 10 percenkénti járatkövetési időt tudunk megvalósítani. Csúcsidőn kívül 18 óráig 15 percenkénti járatkövetési időt, 18 óra után pedig fél órás járatkövetési időt egészen 23 óráig. A menetjegy árában nincs változás, 200 forint lesz. Az összvonalas bérlet ára kedvezőbbé válik, a teljes áru havonta 4000 forintba fog kerülni. Bérletet a Sirály papírboltban, a Turistinfo irodában, a Csengei központban és egy barátságúti dohányboltban, még menetjegyet hétfőtől a buszvezetőnél lehet vásárolni. Az utasok számára csupán egy dologra kell figyelni, hogy hétfőtől megváltozik a menetrend. Erről a szolgáltató szórólapon és a paksbusz.hu internetes oldalon is tájékoztat. A Paksi Közlekedési Rendszer az önkormányzat által létrehozott munkacsoport együttműködése során alakult ki. Ebben a munkacsoportban voltak szakmai résztvevők, ugye a Paksi Közlekedési Kft. Részéről, illetve voltak önkormányzat részéről képviselők, akik a lakossági igényeket tudták továbbítani a munkacsoport tagjai felé, és közösen állítottuk össze a menetrendet, a vonalhálózatot, a díjszabást, a megállóhelyeket, elhelyezését, kialakítását. A munkacsoport tagjainak egyébként azóta is van lehetőségük arra, hogy társaságunkhoz kérdésekkel forduljanak, továbbíthassák a lakossági észrevételeket, és mi természetesen ezeket minden esetben kivizsgáltuk, és mivel a kérdések általában írásban érkeztek, ezekre a kérdésekre írásban válaszoltunk is. Az átalakult, élesített városi tömegközlekedésről további részleteket is bemutatunk hétfőn a Közéleti Magazinban.